Bővül a praxis támogatás, 1 milliárd forinttal növelték a házi orvosi praxis vásárlásra és letelepedésre fordítható támogatás keretét, amelyre már fogorvosok is jelentkezhetnek. Segítség a nőknek, 67 nőközpontot alakítanak ki jövőre hazánkban a nők munkaerőpiaci elhelyezkedésének segítésére. Kamarai mestervizsgák, 6 hiány szakmában összesen 55 fő kaphat a héten mesteroklevelet a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kereskedelmi és iparkamarától. Egy milliárd forinttal növelték a házi orvosi praxis vásárlásra és letelepedésre fordítható támogatás keretét, jelentette be az egészségügyért felelős államtitkár. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Ónodi Szűcs Zoltán azt is kiemelte, a támogatási program rendkívül sikeres, és szeretnék, hogy a követelményeknek megfelelő pályázónak minden esetben segíthessenek, ezért is volt szükség a keretösszeg megemelésére. Újdonság, hogy az idei évtől alapellátó fogorvosok is jelentkezhetnek a támogatásra. Egy 800 főt számláló kis település Balsa, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében itt a legrégebb óta betöltetlen a házi orvosi praxis. 2012 óta helyettesítéssel kell orvosolniuk a problémát. De nem csak Balsa küszködik hasonló problémákkal, az országban 350, a megyében pedig jelenleg 22 tartósan betöltetlen körzet van, főleg a beregi térségben. A kormány most ezen a helyzeten szeretne javítani, így növeli a házi orvosi praxis vásárlásra és letelepedésre fordítható támogatás keretét. A magyar kormány 1 milliárd forinttal megemelte az alapellátási támogatásra tehető összegeket, így most már összességében 2 milliárd 250 millió forint áll rendelkezésre ebben az évben. Ugye ez két részre tud oszlani, egyik a praxisnak a vásárlása, mint támogatás, másik pedig a letelepedéshez szükséges támogatás. Az államtitkár kiemelte, a keretösszeget azért kellett megemelni, hogy minden pályázó, aki megfelel a követelményeknek, megkaphassa a támogatást. Egy 5 éve betöltetlen praxis esetén akár 20 millió forintos támogatásban is részesülhetnek az orvosok, ha igénybe veszik a letelepedési támogatást. Itt ebben a pályázatban 6 éven keresztül ott az adott helyen kell praktizálnia, szerződést kötni az önkormányzattal és ellátást nyújtania. Ez segíthet a betöltetlen praxisoknak a feltöltésében, de azért azt látjuk, hogy egy tendencia van abban, hogy a központoktól, ahogy egyre távolodunk, a vidéki lét az egy egyre nagyobb problémát jelent, és egyre kisebb a vonzereje, és ez is okozhat egy problémát. Ez az egyszerű letelepedési támogatás segíthet, de azt gondolom, hogy talán inkább a távoli, leszakadóban lévő régiókban dolgozó háziós kollégáknak a finanszírozásban megjelenő kiemeltebb támogatása talán ez segített hosszú távon, hiszen ez egy egyösszeg, míg arra évről évre, vagy hónapról hónapra lehet számítani a finanszírozási összegnek a növekedésére. Újdonság, hogy az idei évtől alapellátó fogorvosok is jelentkezhetnek a támogatásra. A házi orvosi praxis vásárlásra és letelepedésre igényelhető támogatáshoz a pályázatukat október 15-ig lehet beadni a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőnek. 67 női információs és szolgáltató központ kezdi meg működését országszerte jövőre. Ezek a nők munkaerőpiaci elhelyezkedését segítik majd helyi szinteken. Kialakításukra összesen 13,3 milliárd forintos forrás áll rendelkezésre. A tervek szerint legalább 34 ezer nőnek segíthetnek majd többek között a munkahelykeresésben, önfoglalkoztatásban és karriertervezésben. Helyi szinten, helyi eszközökkel és helyi igények alapján alakítanak ki úgynevezett nőközpontokat az ország 67 helyszínén, mintegy 13,3 milliárd forintból. Ezekben képzési, átképzési programokat és tréningeket szerveznek majd nőknek, illetve olyan szolgáltatásokat nyújtanak nekik, amelyek segítik a nők munkahelyi és otthoni kötelezettségeinek összehangolását a gyermekvállalás mellett. Ilyen lesz például a pótnagyi szolgáltatás. Amint felállnak ezek a nőközpontok, ők nyilván direkt is keresni fogják a hölgyeket, tehát számos hirdetés lesz, meg fognak hirdetni különféle programokat, és bízunk benne, hogy erre minél többen fognak jelentkezni. Még nagyon fontos feladata egyébként a központoknak, hogy a helyi munkaadókat, illetve a munkavállalókat összehozzák, és hogyha mondjuk van egy olyan vállalat vagy szervezet a megyében, amely akár részmunkaidőben, atipikus formában rugalmasan tudna hölgyeket foglalkoztatni,
akkor oda a munkaerőt el tudják vinni. Hazánkban az elmúlt mintegy 2,5 évben nagy mértékben emelkedett a nők foglalkoztatási rátája. Az Európai Uniós országok között itt a legkiemelkedőbb ez az adat. A 15-64 éves korosztály 61%-a dolgozik, így ezzel elértük az uniós átlagot. A kormány több kezdeményezéssel is segíti a nők visszatérését szülés után a munkaerőpiacra, ilyen például a munkahelyvédelmi akcióterv és a bölcsődei rendszer fejlesztése. A részmunkaidős lehetőségek tekintetében azonban még gyermekcipőben járunk Magyarországon, tette hozzá Fűrész Tünde. Miközben az Unióban nagyon sok hölgy pontosan azért, hogy a családi kötelezettségének is megfelelően helyt tudjon állni, gyakran részmunkaidőben dolgozik. Nálunk ehhez képest még a részmunkaidőben dolgozóknak az aránya az viszonylag csekély, úgyhogy szeretnénk, hogyha ezek a nőközpontok hozzájárulnának ahhoz is, hogy a munkáltatókat egy kicsit érzékenyítsék a tekintetben, hogy bizony nem csak tipikus, hanem atipikus módon is lehet foglalkoztatni. Kiemelt hangsúlyt kap még az itthon kevésbé ismert távmunka, részmunka és munkaerőkölcsönzés fogalma is. A program középpontjában nem csak az édesanyák állnak, az időszüleit gondozó nők vagy a pályakezdő fiatalok is profitálhatnak majd a nőközpontok szolgáltatásaiból. Negyedik alkalommal indított mesterképzést a Szabolcs-Szatmár Bereg megyei Kereskedelmi és Iparkamara, amelyre 55 fő jelentkezett idén nyáron. A tanfolyamon 6 különböző hiányszakmában képezhették tovább magukat a tanulók. Kedden elsőként a pincér szakmai részmestervizsgára került sor. Felezett mézes körtét, én hosszába gondoltam elfelezni, és akkor így a klasszikus körte alap, mint a női alap tud megjelenni. A pincérek szakmai részmester vizsgájával kezdődött az a vizsgasorozat, amely a hiány szakmák képzési programját zárja. A vendéglátó szektorban egyre kevesebb a képzett pincér, a legtöbben ugyanis Budapestre és környékére mennek dolgozni, de sok fiatal külföldön vállal munkát. A térségben nem csak a nyíregyházi iskolákban van lehetőségük tanulni a diákoknak, Kisvárdán és Vásárosnaményban, de akár külföldön is elsajátíthatják a szakma fortéjait. Nagyon sok iskola külföldi kapcsolatot tart fenn, külföldi iskolákkal, és oda, aki erre érdemes, akkor az ott megjelenik. Hát most nem akarok tényleg személyeskedni, de a Lónyai iskolában voltam egyszer zsűri elnöke, és ott a baptista egyház felajánlotta, hogy Jeruzsálembe mennek 10 napra, és el is mentek, akik győztek, az a csapat. A mesterjelöltek teljes körűen adtak számot tudásukról, kezdve a vendégek fogadásától, a szervírozáson és italkészítésen át egészen a vendég távozásáig. A következő feladatuk lesz majd a élő munka. Átterítenek egy másik asztalsorhoz itt oldalt, az már szerényebb. Itt 2 személyre kell felszolgálni, és angol szervizt kell alkalmazni. Az angol szervizt Magyarországon, őszinte vagyok, nem nagyon alkalmazzák, de nekünk a vizsgakövetelményben, a mesterkövetelményben ennek meg kell jelenni, mert ez a legmagasabb színvonal. A képzés meghozza az eredményét, hiszen a következő lépés egy országos továbbképzés, amelynek keretében 6 városban 4 előadóval fogják bemutatni a legújabb trendeket. A tanfolyamok népszerűek, hiszen nem csak jó hangulat fogadja a mesterjelölteket, szakmailag felkészült oktatóktól ismerhetik meg a legújabb irányzatokat. Az újdonságokat nem lehet mindig tanulni. Folyamatosan változik ez a szakma, és mindig jönnek új dolgok. Inkább azt mondanám, hogy aktualizálódtunk, hogy most milyen trendek vannak, miért azok, és valószínű útvonalat néztünk, hogy merre fog ez tovább haladni ez a szakma. A szakmai részmestervizsgák holnap a villanyszerelők, holnap után pedig a szakácsok megmérettetésével folytatódnak. Csökken bruttó 5 forinttal a gázolaj literenkénti nagykereskedelmi ára szerdán, a 95-ös benzin ára azonban nem változik. A gázolaj legutóbb múlt szerdán változott, akkor 4 forinttal nőtt, a hét közepétől pedig 358 forint lesz az átlagára. A 95-ös benzin legutóbb múlt héten csökkent bruttó 2 forinttal, az autósok most átlagosan 347 forintos literenkénti áron tankolhatnak a kutakon. A benzinár 2012. április elején ért el csúcsát, akkor 1 liter átlagosan 451 forintba került. A gázolaj literje 2012. január közepén volt a legdrágább, átlagosan 449 forint.
3 millió forint értékű cigarettát találtak a pénzügyőrök Beregsuránynál, egy csempészetre átalakított felső kategóriás személyautóban több mint 2600 doboz dohányárut rejtettek el a jármű lökhárítójának, küszöbeinek és doblemezeinek speciálisan erre a célra kialakított üregeiben. A sofőr egy ukrán internetes oldalon jelentkezett a munkára, állítása szerint nem tudott a csempészáruról, a célállomás pontos helyéről később értesítették volna. Elkezdődtek a nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház új darabjának olvasó próbái. A témáról hamarosan, előtte nézzük a híradó további témáit. Győzelemmel vette a HEP Kupa második fordulóját a Sunshine Nyikse. A nyíregyházi kosarasok hazai pályán a Deac U23-as csapatát verték egy ponttal 83-82-re. A Sunshine Nyikse csütörtökön hazai pályán a BKGDS-e csapatát fogadja. 17 egyesület 120 versenyzője vett részt az Izsó Mihály emlékversenyen szombaton Újfehértón. A Kempó kupát harmadik alkalommal rendezték, ahogy eddig is kettős céllal. Tiszteletüket fejezik ki a 3 évvel ezelőtt elhunyt Izsó Mihály előtt, aki sokat tett a sportág népszerűsítéséért, illetve az itt legjobbnak bizonyuló sportolók képviselik majd hazánkat a közelgő világversenyen is. Elkezdődtek a nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház új darabjának olvasó próbái. Az Illatszertár című előadást a sokszoros díjnyertes Mohácsi János állítja színre. A premier majd november 25-én lesz a színház nagy színpadán. Az Illatszertár című darab első olvasó próbáját tartották hétfő délután a nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház színészei. László Miklós 1937-es végjátékában szerethető kisemberek küzdenek a magánnyal, és kergetik a boldogságot, ami pedig ott van az orruk előtt. Az Illatszertár finom, humorú, békebeli szerelmes mese, egyike azon kevés magyar vígjátékoknak, amelyek a határokon túl is sikert sikerre halmoznak. Népszerűsége lassan 100 éve töretlen a nemzetközi porondon is. A történet szerint karácsony előtt egy drogéria agyonhajszolt alkalmazottai keresik a párjukat és helyüket az életben. Sok más magányos, elfoglalt emberhez hasonlóan egy ismeretlen, sosem látott partnernek küldött levelek útján. A főbb szereplők közül asztalos urat Horváth Sebestyén Sándor, Balázs kisasszony Célez Zita, Hammerschmidt urat pedig Horváth László Attila alakítja. Lévén, hogy híres a darab. Itt a Vidoron is volt, úgy tudom, kétszer, és a nézők nagyon szeretik. Én nem ismerem, még nem találkoztam vele, sajnos nem láttam, de tudok róla sok mindent a darabról, hogy ez egy nagyon kedves, egy nagyszerű polgári kis történet. Remélem, hogy minden rendben lesz a várakozásnak megfelelően. Most délután elolvassuk, és akkor elkezdjük, megcsináljuk. Az előadást a rendező személye is különlegessé teszi, hiszen a történeteket saját felkavaró és kacagtató színházi nyelvére fordító, sokszoros díjnyertes Mohácsi János közel 2 évtized után tér vissza Nyíregyházára. Az Illatszertár is tartogat kihívásokat a rendező számára. Az, amivel én küszködök, pontosan az lehet a sikerességének a titka, vagy küszködök, hát az ez túlzás, ami a darabnak a problematikája, hogy ez valahol így az elfogadásról, meg a megértésről, meg a megbocsátásról szól, és ezek úgy igazából nem nagyon drámai témák, tehát inkább líraiak, és hogy ezt a líraiságot szeretném elkapni, úgyhogy ne legyünk segítsesebbek, se unalmasabbak a kelleténél. Az Illatszertár című darabot november 25-től láthatja a közönség a Móricz Zsigmond Színház nagy színpadán. Győzelemmel vette a HEP Kupa második fordulóját a Sunshine Nyikse. A nyíregyházi kosarasok hazai pályán a Deac U23-as csapatát verték egy ponttal 83-82-re. A Sunshine Nyikse csütörtökön hazai pályán a BKGDS-e csapatát fogadja. Szorosan alakult az első két negyed a debreceni NB1C csoportos ellenfele ellen, az NB2-ben szereplő Sunshine Nyikse számára a HEP Kupában. A nyíregyházi csapat az első és a második negyedet is csupán egy ponttal hozta, így a félidőre nem tudott maga biztos előnyre szert tenni riválisával szemben. A harmadik negyedben aztán sikerült meglépnie a Nyiksének,
és 61-53-as hazai vezetéssel léptek a csapatok az utolsó etapba. A vígjáték ugyan a Debrecennek sikerült jobban, a nyíregyháziaknak mégis sikerült megtartaniuk előnyüket, és végül egy pontos 83-82-es győzelmet aratott a Szánsányik se. Igazából, ha nagyon leegyszeresítenénk, akkor az egy pontos győzelem is győzelem, aminek nagyon örülünk. Összességében még a felkészülés első fázisában vagyunk olyan formában, hogy most kezdődött a bajnokság, tele vagyunk új játékosokkal, össze kell csiszolódnunk, és ez elsősorban a mérkőzések teszik ezt meg, amit ezen a mérkőzéssel is felhasználtunk, elsősorban az utolsó negyedben. A HEP kupát követően a bajnokságban kell bizonyítani a Szánsányikse csapatának. Az MB2 első fordulóját magabiztos sikerrel vette Kovács Tibor legénysége, és a továbbiakban is győzelmi reményekkel lépnek pályára. Úgy alakult a programunk, hogy a volt két egyesület, aki kérte a pályaválasztói cserét, és így az első 6 fordulóban hazai pályán játszunk. Ebből talán szerénység nélkül mondhatom, hogy 4 papírforma győzelemnek tűnik. Tehát minden mérkőzés más, minden mérkőzésért oda kell lépnünk a pályára, minden meg kell tennünk a győzelem érdekében, mert csak úgy tudjuk befejezni nyugodt lelkiismerettel a mérkőzést, hogy megtettünk mindent, és talán úgy néz ki, hogy 4 mérkőzésen mi vagyunk az esélyesek. A Debrecennek az egyik összevont csapat és a Cegléd, akik tavaly előtt végeztek a bajnokságban, az már kemény dió lesz, keményebb dió lesz, tehát ott is hazai pályán azért szeretnénk megnyerni a mérkőzést. A Szánsányik se csütörtökön hazai pályán a BKG DS-e csapatát fogadja. 17 egyesület 120 versenyzője vett részt az Izsó Mihály emlékversenyen szombaton Újfehértón, a Kempó kupát 3. alkalommal rendezték, ahogy eddig is, 2 céllal. Tiszteletüket fejezik ki a 3 évvel ezelőtt elhunyt Izsó Mihály előtt, aki sokat tett a sportág népszerűsítéséért, illetve az itt legjobbnak bizonyuló sportolók képviselik majd hazánkat a közelgő világversenyen is. Tiszavasvári, Budapest, Gyula, Esztergom, Felcsút, Jászberény, Nyíregyháza. Az eddigi évekhez képest többen 120-an érkeztek az újfehértói Kempó kupára. A sportág megítélése egyre jobb, laikus és sportkörökben egyaránt. Egyre népszerűbb a szakmán belül is, mint ami jelzi azt is, hogy most már 17 egyesület 120 versenyzője képviselteti magát itt a 3. újfehértó Kempó kupán, és a laikusok számára is egyre nyitottabb, ezt pedig abból veszük észre, hogy az utánpótlás csapatok, tehát a kezdők minden egyes egyesületben egyre többen vannak, ami engem igazából egy nagy örömmel tölt el, mert azt szokták mondani, ha hosszú távra tervezel, akkor taníts gyereket, és nekünk ez a célunk, hogy meglegyen az utánpótlás, mert az utánpótlás nélkül nincs jövő. Hála Istennek a nemzetközi szintű versenyzőink is nagyon erősek, egyre jobb eredményeket érünk el, sőt rendre dobogós helyezéseket érünk el a világ számos versenyein. Az Izsó Mihály emlékversenyre 315 nevezés érkezett 8 versenyszámban. A sportolók formagyakorlatban, fegyveres formagyakorlatban, önvédelemben, szemikontaktban, light kontaktban, submission, kempó kumite és full kontakt versenyszámban mérték összetudásukat. Újfehértón 15 éve működik a sportág, most 23 versenyző állt ki, hogy megmutassa ügyességét és rátermettségét. A megyében csak úgy tudom, mi vagyunk a Kempó Egyesület egyedül, sőt, Borsodban, meg Hajdúban is szerintem nincs Kempó Egyesület. Nálunk Újfehértón fejlődik az egyesületnek a taglétszáma. Egyre több a kisgyerek, már csak a kisgyerek azt úgy értem, hogy a 8-9-10 évesek, és főleg egy ilyen nagy verseny után egyre több a jelentkező az edzéseken, és ez nagyon jó. Több tucat világbajnoki, Európa-bajnoki és világkupa aranyérmet mondhat magáinak az Újfehértói Egyesület. Most gőzerővel készülnek az október végi bukaresti Európa-bajnokságra és az áprilisi világbajnokságra, amelyet Budapest rendez majd. A versenyzők egy-egy verseny előtt, így most is csak a sportra összpontosítanak. Rengeteget készültünk az edzéseken, rendszeresen jártam edzésre, és a magát a versenyszervezést is nagyon sok ideig tartott így megszervezni. Hát, nagyon nagy munka ez az egész, mint az egyesületnek, nekem is nagyon sokat kell rá készülnünk. Az Újfehértói Sport és Szabadidőközpont 3. alkalommal adott otthont az Izsó Mihály emlékversenynek. A városlakók elismerik és szeretik a kempósokat, akik bemutatóikkal sok helyi rendezvényen népszerűsítik a sportágat. A város hírét pedig elviszik határokon túlra is. Én úgy gondolom, hogy most már kinőtte magát ez a rendezvény, országos szinten is híre van, viszi a hírét a településnek, és természetesen ami a legfontosabb, hogy ennyivel is tudunk segíteni ezeknek a nagyon-nagyon
komoly eredményt elért harcosoknak, gyerekeknek, hiszen a világba viszik el Újfehértónak a hírnevét. Rendkívül büszke. Nem hiszem, hogy van Újfehértón olyan ember, aki ne lenne büszke ennek a harcművészeti ágnak az eredményeire, arra, amit itt ezek az újfehértói gyerekek, fiatalok produkálnak. A Kempó versenyt az újfehértóiak zárták a legsikeresebben, csapatként az első helyen. Második helyet értek a Jászárok szállásiak, harmadik a Pomás csapata lett. Nem sikerült a továbbjutás Fucsovics Mártonnak az Ortiszei ATP Challenger versenyen. A hétfőn rendezett első fordulóban a világranglista 104. helyén álló nyíregyházi teniszező a világranglistán 164. olasz Stefano Napolitano ellen lépett pályára, és végül Fucsovics 6-4, 4-6, 4-6-ra maradt alul ellenfelével szemben. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer röviden. 1 milliárd forinttal növelték a házi orvosi praxis vásárlásra és letelepedésre fordítható támogatás keretét, jelentette be az egészségügyért felelős államtitkár. Ónodi Szűcs Zoltán azt is kiemelte, a támogatási program rendkívül sikeres, és szeretnék, hogy a követelményeknek megfelelő pályázónak minden esetben segíthessenek. Ezért is volt szükség a keretösszeg megemelésére. Újdonság, hogy az idei évtől alapellátó fogorvosok is jelentkezhetnek a támogatásra. 67 női információs és szolgáltató központ kezdi meg működését országszerte jövőre. Ezek a nők munkaerőpiaci elhelyezkedését segítik majd helyi szinteken. Kialakításukra összesen 13,3 milliárd forintos forrás áll rendelkezésre. A tervek szerint legalább 34 ezer nőnek segíthetnek majd többek között a munkahelykeresésben, önfoglalkoztatásban és karriertervezésben. Negyedik alkalommal indított mesterképzést a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Kereskedelmi és Iparkamara, amelyre 55 fő jelentkezett idén nyáron. A tanfolyamon 6 különböző hiány szakmában képezhették tovább magukat a tanulók. Kedden elsőként a pincér szakmai részmestervizsgára került sor. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták október 10-én kedden. Friss hírekkel holnap este várjuk majd önöket. Tudósításainkat addig is elérik honlapunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmüket. Viszontlátásra! Holnap részben napos időre számíthatunk. Egy anticiklon peremén egyre melegebb, és szerdán már szárazabb levegő érkezik a Kárpát-medence térségébe, így erősödik a nappali felmelegedés. Ha az előttünk álló éjszaka felhős idő valószínű, éjszaka párássá válik a levegő, folytokban köd is képződhet. Néhol kisebb eső előfordulhat. Mérsékelt, változó irányú szél lesz a jellemző. Reggelre általában 8 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben felhős időre számíthatunk, hosszabb, rövidebb napos időszakokkal. Néhol gyenge eső is előfordulhat. A délnyugati szél megélénkül, helyenként megerősödik. Délutánra 18 fokig emelkedik a hőmérséklet. Fronthatás nincsen térségünkben. A hét folytatásában egyre több szerephez jut a napsütés, csak péntekig alakulhat ki, néhol gyenge eső. Erősödik ugyanakkor a köthajlam, a hétvégén már több helyen számíthatunk, akár délelőtt is megmaradó ködre. Nem változik lényegesen a hőmérséklet, délutánonként általában 16 fok fölé melegszik fel a levegő.